Múlt héten az Oktatási Államtitkárság véletlenül elküldte a Telexnek egy belső levelezését. Ez az egész belső levelezés arról szólt, hogy hogyan válaszoljanak egy kérdésünkre úgy, hogy lehetőleg ne a teljes igazságot mondják el, viszont el is kerüljék a lebukást. Ezt az állami hivatali működésről elég sokat eláruló levelezést most áthelyeztük élő szóba, és egy rögtönzött Telexes színjátszókör fogja előadni. Jó szórakozást kívánunk! Tisztelt Hölgyem, Uram! Halász Nikolett vagyok, a telex.hu újságírója. Azért keresem Önöket, mert tudomásunkra jutott, hogy bevezetnek egy honvédelem nevű tantárgyat néhány iskolában. A kérdésem az lenne, hogy hány iskolában és miért pont azokban. Erre az iskolák jelentkeztek, vagy kijelölték őket? Figyeljetek! Kaptunk egy levelet a Telextől a honvédelem tantárgyról. Szerintem válaszoljuk azt, hogy a honvédelem tantárgy a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozik. Szerintem inkább válaszoljuk azt, hogy a honvédelem tantárgy szabadon választható, az iskolák maguk dönthetnek róla, hogy indítják-e, a Klebersberg központ pedig még nem mérte fel, hogy hány iskola fog részt venni benne. Péter? Az a mondat, hogy a Klebersberg központ még nem mérte fel, hány iskola vesz részt benne, nem állja meg a helyét, hiszen már 2 hónappal ezelőtt fel kellett mérnünk. Ezt ne írjuk bele. Maruzsa államtitkár úr, mit gondol erről? Haj, Péter! Ezt ugyebár mi is tudjuk. Nagy gondban lennétek, ha mindig csak a szintiszta igazat kellene mondani. Hiszen már az a rész sem igaz, hogy a honvédelem tantárgy szabadon választható, és az intézmények döntik el, hogy indítják-e. Hiszen Péter Fibalás vezetésével lett leegyeztetve, hogy hol indul és hol nem. De azt gondolom, hogy ha igaznak véljük azt, hogy szabadon választható, akkor teljesen életszerű, hogy a Klebersberg központnek nem kell tudnia, hogy hány helyen indítják. Zoli. Mi van? Ezzel csak az az aggodalom, hogyha a Telexnek van infója arról, hogy mi már egyeztettünk a tankerületekkel, akkor valótlant állítunk a válaszban. Ráadásul, hogyha az újságíró kikér egy közérdekű adatigénylést, akkor pedig ránk ragad a hazugság. Jó. Akkor legyen az, hogy a Klebersberg központ még nem rendelkezik információval azzal kapcsolatban, hogy ténylegesen hány helyen indítják el a képzést.